ezt az egészet, ezeket a plusz erőket, ezeket összefoglalóan úgy hívjuk, hogy mágia. Megerősítés. Sokféle mágia létezik. És nem a fehér vagy a feketére gondolok, ez csak egy szándékbeli megkülönböztetés. Nincs különbség, a fehér mágia és a fekete mágia pont ugyanúgy működik, csak a szándék számít és a hatásmechanizmus. Mármint az utólagos hatásmechanizmus, ami kialakul a szándék miatt. Hanem arról a mágiáról, arról a különbözőségről beszélek, hogy hol keletkezik a mágia, és milyen csatornán keresztül indítjuk el. És hogyha nagyon egyszerű, primitív modellekben gondolkozunk, akkor lehet ez a mágia olyan, hogy az erőbe adunk mágiát, tehát megerősítünk erőben valamit. Ilyenek például a motivációk, ugye nagy divatja volt, most már talán lecseng a motivációs tréningeknek, és ezek jól indultak, amíg nem lett nagy divat belőle, hogy motiválni kell az embereket. Miért? Mert az emberek akarnak valamit csinálni, de hát nem mindig van hozzá kedvük, és egy nagyon jól eltalált, jól irányzott mondattal az ember egy kicsit perspektívikusabban maga elé lát, és már nem az helyi nehézségeket figyeli, hanem azt, hogy mik lehetnek, és hogyha ez jól van célozva, akkor egy olyan löketet kap a saját haladásához, amivel nagyobb lehetősége van elérni a célt. Teljesen jó. Ez egy apró gyenge mágia, az egy információs mágia, ami az erőn keresztül hat. Hol tartottam? Ja, igen. Mágia lehet a szeretet. Az ember éli az életét, csinálja a dolgát, oda megy valaki, rámosolyog, szereti, azért mosolyog rá, tehát nem biztosítási ügynök, és az ember így csak szimplán egy gesztustól kap energiát, információt és érzelmeket, amely beépül az éppen akkori folyamataiba, és megerősíti azt. Na nézzük azt, akár csak ezt a két dolgot. Van egy ember, aki tunyul a tévé előtt. Oda megyek motiválni őt. Kelj föl, Lázár! Nem kell föl. Nem hat rá. Ugye egyértelmű, hogy a mágia csak akkor tud hatni, ha van egy folyamat, és azt a folyamatot erősítjük meg. Ez a mágia. Tehát az, aki mágus akar lenni, először el kell indítson folyamatot valakiben, és ha az elindult, akkor azt meg tudja erősíteni. Addig, amíg elindítja, még nincs mágia, addig csak munka van, befekteti a munkát, megmozdítja a testet, megmozdítja az agyat, a lelket, és utána jön a mágia, amikor ő már kezd valamit csinálni, akkor egy kicsit hátszeret ad neki, és ez lesz egyfajta mágia. Nagyon egyszerűen megérthető a mágia, nyilván kicsit túl van spirázva a boszorkány meg vámpíros filmekben, de az is ugyanerre a mechanizmusra épül. Ha valaki szomorú, és odamész, és vigyorogsz rá, az nem mágia lesz, az csak egy hatás ellenhatás, amiből kizökkentheted őt abból az állapotból, de ha már kizökkent, és elkezd már vidulni, akkor hozzátehetsz még, és az már mágia lesz, tehát egy humorista ebben a pillanatban egy mágikus hatást tud elérni. Ezek is mágiák. Ugyanígy lehet az egészségben mágikus hatásokat elérni, vagy azzal, hogy valaki jókor, jó helyen, megfelelő módon megmasszíroz valakit, vagy megfelelő ételt vesz magához, vagy nem vesz ételt magához, vagy mágia lehet az is, hogy elhagyunk bizonyos dolgokat, amelyek gátolnak minket, tehát több erőhöz jutunk hozzá. Ezek a nagyon egyszerű, mágikus dolgok. Nézzük a bonyolultabb részét, ami már vitatom. Ez nem vitatható, tehát ez azért a ma emberének ez teljesen egyértelmű. Nézzük a vitatható részét. Vitatható része az, amikor nem látjuk, hogy mi történik. Amikor nem észleljük és nem érezzük azt, hogy valakivel történik valami, de hirtelen nagy változást tapasztalunk nála.
vagy hirtelen más irányba kezd menni, és nem látszódott az ok, hogy milyen mágia hatott rá, és hogyan hathat rá. Itt már ki kell térni arra, hogy az embernek van 6 érzékszerve, ezeken keresztül gyűjti az információt az életben, a világról, ezeken keresztül ismeri meg a világot, legalábbis ezt tanították nekünk. Ugye ez a látás, hallás, szaglás, ízérzékelés, tapintás és az egyensúlyérzék. Ez a 6 érzékszervvel nagyjából ki tudsz találni az ajtón. De ha megnézed, hogy az életed miből áll össze, az események, amik veled történnek, egy emberi párbeszédnél mik zajlanak le, akkor az eseménynek a nagy részét nem tudod megmagyarázni ezekkel az érzékszervekkel. Te nem foghattál információt azáltal, hogy láttál valamit, vagy hallottál valamit. Nem történhetett meg valami ennyiszer véletlenszerűen. Valami sántít, valami kell legyen még, kell legyen valami, nevezzük 7. érzéknek, amelyik többet ad, mint ezek. És hogyha ezen az érzékszerven keresztül tapasztalható erőket közlünk valakihez, akkor gyakorlatilag észrevétlen tudunk mágikus hatást gyakorolni a külvilágra. Például a szeretet egy ilyen mágikus hatás. Mert addig, amíg odaáll velünk szembe valaki és mosolyog, addig még főleg választási időszakban bárki lehet, és nem biztos, hogy szeret. De mi van akkor, ha te ülsz, és egyszer csak elkezdesz boldog lenni, jól érzed magadat, gondolsz valakire, fölhív, és megkérdezi, hogy hogy vagy. És ő messziről szeret. De te már hamarabb megkaptad az ő gondolatait, az ő érzelmeit, mint hogy csörrent volna a telefon. Ezt nem tudod kimagyarázni, csak úgy. Persze véletlen. Bonyolult a világ, miért ne lehetne véletlen? De hogyan az, hogy bizonyos időszakokban ezek sűrűek, bizonyos időszakokban ezek ritkábbak, aztán megint sűrűbbek, aztán megint ritkábbak az ilyen események? Ezt már nem tudod kimagyarázni. Ez már azt jelenti, hogy létezik valamilyen rendszer, amit nem ismerünk, amit nem ismertünk meg, meg lehetett volna ismerni, de kevés róla a tudásunk. Kevés róla az anyag, ami konkrétan elmagyarázná, hogy mi ez. És az igazi mágia ezen a területen van. Itt lehet a legnagyobb hatásokat elérni. Amikor nincs konfrontáció, amikor nincs szemtől szembe való ellenkezés, amikor valakinek mufurc kedve van, és odamész hozzá, hogy na, mosolyog, mert húz az anyádba, bozva. De mosolyogjál már, ne legyél már, takarodj, bozva, lecsapom a fejedet. Nem működik. Vagy amikor sírsz, hogy eltört a kedvenc poharam füle, és akkor oda megy valaki, és azt mondja, nem baj, a kurva anyád nem baj. Még jobban sírsz. De ha nem mész oda, ha nem vigasztalod szemtől szembe, hanem csak úgy sunyiban, a kandalló mellől, sugárzod a boldogságot rá, akkor ő egyszer csak így eltűnik az az energia, amitől neki konfliktusa van, és visszaáll egy normális helyzetre, a normális helyzetből már oda lehet menni hozzá, hogy nézd csak itt egy új pohár, tessék, kérsz teját. És kér teját, megiszta, szar volt a teja, de már boldog. Ez a mágia. Nincs konfliktus. Optimálisan tud működni minden. Meg tudjuk találni az utakat. Ez is mágia. A nagyapámnak, aki már régen nem él, fogom az iPhone-t, és eltalálok Kolozsvárra. Az neki mágia. Nekem nem mágia, mert
mert tudom, hogy hogy működik a GPS, de ő neki fogalma sincs róla, hogy honnan tudtad, még ló sincs veled. Tehát amit nem ismerünk, de hat ránk, a számunkra mágia. Ez is egy megközelítés a mágiának. Csak arra akarok kiukadni, hogy a mágia egy abszolút természetes dolog. Úgy van beállítva, hogy valaki mindig kiáll, fénylik, vagy a mellkasa, vagy a feje, vagy más, attól függ, hogy milyen filmet nézünk. És csinál valamit, persze nem csinál semmit, csak úgy csinál, mintha csinálna valamit, és minden történik körülötte. Hogy ez a mágia, nem ez a mágia. A mágia az, hogy pontosan hétköznapi dolgokat csinálsz, és a hétköznapi dolgoknak van nem hétköznapi jelensége. Egészen pontosan egy ember esetében ok nélkül megváltozik minden. Vagy valami. Amire szüksége volt ez, akkor egy hasznos mágiáról van szó. Tehát természetes az egész. De a hat érzékszervvel ne próbáljuk megmagyarázni. Hanem csak valami hetedik érzékkel. A hetedik érzék persze mi lehet, meg hol lehet? Ez egy óriási kérdés. Mert hogy ezt ki tudná bizonyítani? A hat érzékszervvel nem lehet a hetedik érzéket bizonyítani, mert az csak hat, és ez meg hetedik. Tehát nincs köze hozzá. Hát képzeld el, hogy hallottad? Nem, hogy akartam mondani? De valami ilyesmit, hogy hallottad, hogy milyen szagút fingott? Ugye csak azt hallottad, hogy fingott. Hogy milyen szagút, azt nem hallottad. Érthető, hogy egyik érzékszerve nem lehet a másikat. Nagyon sok ezoterikus vonal félre magyarázza ezt az egész dolgot. Olyan irányba, amiből nem lehet megérteni a hetedik érzéket. És elmagyarázza, hogy mi történik, és a 20. dimenzióból átjön a sárkány, akinek a tollazata sárga és rózsaszín között zöldellik, és akkor... És ebből nem fogsz érteni semmit. Abból már sokkal jobban érthető, hogyha két ember áll egymással szemben, vagy nem egymással szemben, egymás mellett, és az egyik érzi, hogy hat a másikra, és konkrét terv szerint tud hatni az egyik a másikra. És megtörténik, és kivel? Egy tehetséges valakivel? Nem, veled történik meg. Nem azért, mert tehetségtelen vagy, hanem bárkivel megtörténik. Mert hogy ez nem különleges képesség, hanem ez van. A természet része. És azért mágia, mert a társadalom tagadja, hogy létezik. És ezért, ha te használod, akkor a társadalomban élők számára te mágikus képességekkel rendelkezel. A természetben élők számára természetes lény vagy. Esetleg több vagy kevesebb képességekkel. A kérdés az, mit választ az ember? A társadalmat, ahol meg van húzva a határ, hogy mi fölött nem rendelkezel már, és nem vagy rá képes. A természetet, ahol nincs ilyen határ, de csak pusztán a természetet használod. Vagy a mágiát, ahol a határtalanságban tovább tanulsz, újabb és újabb képességeket szerzel, és ezáltal több leszel. És ha ezt választja valaki, bármelyiket a három közül, a társadalomban hogy érvényesül az, aki csak a társadalom szabálya szerint él? Mennyivel fog többet tudni a másik embernél, aki a társadalomban él? Semennyivel. Pont annyit. Ha valaki a természetet választja, és megjelenik egy társadalmi szférában, mert hogy van munkahelye, van dolga, mennyivel fog többet tudni? Szabadabb lesz. A társadalomban rögzülten élők számára. Sokkal szabadabb lesz, ami plusz vagy mínusz. Mert ezért utálhatják is, meg szerethetik is.
De többet fog tudni, csak nem biztos, hogy tudja érvényesíteni. Mert bemegy a munkahelyére, és ő egy irodista, és ő tud beszélgetni a méhekkel. Rajta gépe gyorsabban akkor. Nem biztos, hogy tudja érvényesíteni az egészet. És a harmadik variáció, hogy a tehetségét, a saját életét, a saját lényét megtalálja, és ezt fejleszti. És ezzel kerül vissza a társadalomban. Akkor ott óriási kontraszt lesz. Mert azzal a plusz tudással már integrálható lehet a természetbeli fölénye, a társadalmi életéhez képes lévő fölénye. Értető? Tehát nem mással szemben, hanem a saját magával szemben. Tehát én beülök az iskolapad után egy munkahelyre, és ott dolgozok, forrazgatok, összerakok paneleket, és működik a számítógép, hazamegyek, eszek, megint forrazgatok, eltelik 50 év, a nyugdíjamat elköltötte a párt, nem baj, majd én halok, jó lesz így, de forrazgattam. A másik, hogy gondolkodom, hogy nem csak ezt lehet csinálni, hanem például természetes szükségletem az, hogy sportoljak, hogy mozogjak, hogy friss levegőt szívjak. Természetes szükségletem, hogy ne cigarettázzak, ne igyak alkoholt, meg egyéb dolgokat, amit a társadalom erőszakol rám gyerekkorom óta. Csak azért vannak a reflexek. Nem azért, mert szükség van rá. Láttam már majmot a fán rohangászni, és egyszer csak megáll, hogy ez meg én meg elszívok egy blászlent, várjatok meg. És lemegy egy dekkért. Szerintem nincs ilyen késztetés a természetben. Ez csak ott van, ahol a társadalom van azt mondja, hogy gyere cigizni, miért cigizni, hú, jó, megyünk cigizni. Jó, cigizünk. Te jó, még egy persze cigizünk. Mint egy robot. Be van programozva. És ott vagy te, aki a társadalmon ki tud zökkenni. Kinyílik a szeme, a figyelme a természet felé. És tovább tanul, és észreveszi, megérzi azt, hogy a társadalomban milyen lehetőségek vannak, milyen rések vannak, azokban a résekben hova lehet bebújni, mit lehet ott kiaknázni, mit lehet felnevelni. Szabad. Szabad gondolkodású. Ő egy mágikus ember lesz a társadalomban. Egyszerűen fogalmazva, többre lesz képes. És ezt a környezet észre fogja venni. Úgyhogy két dolgot szeretnék üzenni ma. Az egyik, hogy a természet ereje, az benned van. A társadalom erejét tanulnod kell, de mindig lesz erősebb kutya. A másik dolog, ha már a természet felé tudsz fordulni, akkor nincs határ, és menj, ameddig csak lehet. És akkor lesznek mágikus képességeid. Akkor nem 6 érzékszer szerint fogod nézni a világot, hanem 7 érzékszer szerint. Nem arról lesz szó, hogy van egy tested, és van egy pszichéd, ami az érzelmeket és a gondolatokat egy csomagban tartalmazza. Hanem lesz egy tested, lesz egy lelked, és lesz egy tudatod. Óriási különbség. Teljesen más a bonyolultsága annak, hogy van két dolog, az hogy bonyolítod? A fehéret és a feketét hogy bonyolítod? Van a fehér, meg a fekete. Másik változat, a fekete és a fehér. Harmadik változat, a fehér és a fekete. Az már volt? Ja, akkor csak kettő. És ha van egy harmadik, akkor van a fehér, a fekete és a színes.
A színes fehér-fekete? Már is több variációd van. Összehasonlíthatatlan. És ha ezeket mind még kibontod, akkor meg messze-messze eljuthatsz. Teljesen más életet lehet élni. Hogy ez így megy egyik napra a másikra? Nem, ez 100%, hogy nem. Ezért dolgozni kell. Ezért tanulni kell. Ezt el kell kezdeni egyszer, és egyszer csak elérünk egy elégséges szintet, ami már érezhető, tapasztalható, és aztán attól még tovább lehet menni, mert a természet végtelen, tehát sosem lesz vége. Ennek nincs vége, ezt előre elmondom. Nincs olyan, hogy kész, megtanultam mindent. Hupp, kész, megtanultam valamit, amit érvényesíthetek. Lehetett tovább? Hogyne, most érvényesítettem, és lehet magasabbra jutni, és azt még jobban lehet érvényesíteni. Cél-e, hogy többet csináljon? Cél. Mert ha nem, akkor már megint húztunk egy határt, és nem megyünk tovább, és akkor a természetben ilyet megint csak nem látunk. Minden, ami a természetben megáll, az hanyatlik. Egyet ne felejtsünk el. Filozofikusan tettem föl a kérdést, hogy gondolkozzatok, de nincs választási lehetőségetek. Nem tudtok választani a természet és a társadalom között. Mert emberek vagytok természetes lények. Nem paragrafusok, amit kitaláltak valakik. Ezért igazából a választás arról szól, hogy elfogadod-e, hogy te a természetnek a része vagy. Vagy lekötöd magad egy fikcióba, és elszigetelődsz a természettől. Igazából ez a kérdés.